Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A hangom az még mindig nem a legjobb, ezt nézzétek el nekem. Nagyon nehéz kijönni ebből a náthából, de azért igyekszem majd ezt így végigmondani. Ebben a szerelmi kirakásban megnézzük, ahogy szoktuk a jelen energiákat, az érzelmeket, gondolatokat, vágyakat, és a fő kérdése az lesz, hogy hiányzol-e neki ez mindig nagyon lényeges kérdés szokott lenni az egyéni kirakásoknál. Megnézünk majd egy angyali üzenetet is, és a videó bővített változatára, aki kíváncsi, amiben részletesebben ránézünk az érzelmekre, a gondolatokra, a vágyakra, illetve egy üzenet tőle neked, azt a varázslatos tarott üzenetek Anitól prémium előfizetéses csoportban nézhetitek meg. Nagyon sok szeretettel várok mindenkit a csoportba! Ha kevésnek érzétek ezeket az iránymutatásokat, akkor érdemes egyéni tanácsot kérni. Ezt a videó alatti e-mail címem, vagy a varázslatos tarott üzenetek Anitól Facebook oldalon, Messengeren keresztül kérhetitek. Hogyha írtok nekem, akkor szeretnék türelmet kérni, nem mindig sikerül azonnal válaszolni, de mindenki fog választ kapni. Kérhetitek téta Healing letöltésekkel a kártyás elemzéseket. A letöltésekkel meg tudjuk a pozitívat erősíteni, illetve oldani a negatívat. Hogyha nagyobb blokkot elakadást éreztek, akkor érdemes Theta Healing oldást kérni. A téta Healing oldással meg tudunk szüntetni negatív érzéseket, át tudunk alakítani berögzült negatív hitrendszereket ki tudjuk cserélni a pozitívra, segít az elengedésben is, a továbblépésben is. Sokszor szoktátok kérdezni, hogy a párotokban lehet-e blokkot oldani, mindenki csak saját magában tud feloldani blokkokat, és az tud közvetetten hatni arra a bizonyos élethelyzetre, a másik helyet soha nem tudunk érzelmeket átalakítani, feloldani, azt mindig saját magának kell mindenkinek megtennie. Viszont, hogyha magunkban föloldunk blokkokat, akkor az hat a külvilágra is, a kapcsolatainkra és az élethelyzetekre is. Regressziós utazásra is jelentkezhettek, regressziós utazás során pedig visszamegyünk előző életbe, és megnézzük, hogy az életed mostani szereplőivel milyen kapcsolatod volt előző életben, hoztatok-e át valamit erre az életre, valamilyen megoldandó feladatot. Ez is nagyon sok felismerést tud hozni, ezzel is tudunk oldani helyzeteket, blokkokat és csupán a felismerés is nagyon sokat jelenthet. Akkor nézzük meg, először azt nézzük meg ebben a kirakásban, hogy mi a jelen helyzet energiája. Diada szekér fordítva érmékötös és a holdlapja bizonytalanságok vannak a kapcsolatban, és szükség lenne egy nagyon határozott előrelépésre, elindulásra, ami most nem igazán történik meg. Kevésnek érezhetitek a kapcsolatot, kevés érzelem, kevés kommunikáció, kevés együttlét vagy olyan külső körülmény játszhat itt nagyon nagy szerepet, ami elbizonytalanít benneteket, amiben úgy érzitek, hogy nem tudtok megfelelő megoldást találni. Mindig van megoldása az érmékötös lapjának, sokszor kényelmetlen, kellemetlen, bátorság kell hozzá, és nagyon sokszor érezhetjük azt ebben a helyzetben, hogy nem a mi kezünkben van ez a megoldás. <tosz> Lehet, hogy nincs elég magabiztosság, nincs elég elköteleződés az mellett, hogy ez az új irány, ez el tudjon indulni a kapcsolatban. És sok-sok félelem is lehet, bizonytalan gondolatok, bizonytalan érzések is lehetnek, mély érzelmek is jellemzik a kapcsolatot, de alapból ott van benne a bizonytalanság. Nézzük a párod érzéseit, és a te érzéseidet. Párod érzései, botok négyes, botok lovagja, és a te érzéseid, csillaglapja, és a botok nyolcas, mindketten <coughs> Nagyon szép érzéseitek vannak. Mi érzéseitek vannak? A párod részéről az, a botok négyes az egy stabil érzelmet jelent, és úgy érzi, hogy most már tenni kellene azért, hogy ez magasabb szintre is tudjon emelkedni ez a kapcsolat. Ott van benne a szenvedély is, az akarat is, nem teljes mértékben biztos egyébként ebben. Hogy ez sikerülhet, főleg így az elején a, az általános energiák, amit mutattak, mert hát a lovagok azok még bizonytalanság van bennük, de alapból a botok 4-es, ez egy nagyon szép kártya. Tehát úgy érzi, hogy tenni kell azért, hogy változás jöjjön. Nálad a csillaglapja van, illetve a botok 8-as nagyon bízol abban, hogy a körülmények változása által ezek a vágyak és álmok ezek létre tudnak jönni. Úgy érzed, hogy meg tudjátok beszélni a továbbiakat. Ő pedig úgy érzi, hogy el tud az irányodba indulni, és stabilizálni tudjátok a kapcsolatot. Tehát egy pozitív az irány az érzelmekben. Irántad konkrétan, mit érez a párod már azért nagyon szépen benne van a botok négyes érzelmeiben, a hála, az öröm. Főpapnő lapja, és a napkártyája, igen, nagyon mély érzelmei vannak, szerelmes beléd, azt lehet mondani és szeretné, hogyha megújulna a kapcsolatotok. Ez utalhat arra is, hogy esetleg már volt közöttetek kapcsolat, már esetleg lehet, hogy volt egy szakítás, vagy egy összeveszés, és egy teljesen újat szeretne, amikor meg tudjátok mutatni egymásnak a mély érzelmeket, a szeretetteli meleg érzelmeket, te érzelmeid iránta, ér még hármas, az érmék királya, nagyon stabil érzéseid vannak neked is, és te is szeretnél azért tenni, hogy ez a kapcsolat ezt tudjon fejlődni, hogy tudjon szintet lépni, ugyanúgy, mint nála ez a botok négyes is ezt jelenti. Valami olyan problémás helyzet megoldásáról is lehet szó, amit hogyha meg tudtok oldani, akkor már magasabb szintről tudtok ránézni erre a helyzetre. Értékesnek találod ezt a kapcsolatot, és azt lehet mondani, hogy a biztos pont az életedbe. Ez még annak ellenére is a biztos pontot jelenti, amikor ezek a bizonytalan energiák vannak. De mind a ketten többet szeretnétek. Nézzük az ő gondolatait. Botok ötös érmék 9-es. Neheznek érzi ezt a helyzetet, tehát úgy gondolja, hogy nagyon-nagyon nagy erőbedobás kell ahhoz, hogy, hogy, itt változzon a helyzet. Itt egy kötél húzás van, tehát azért egy helybe is állnak ott, húzd meg, erezd meg, azt is lehetne mondani. Vagyis úgy gondolja, hogy sok-sok erő kell ahhoz, hogy ez a változás ezt tudjon menni, és azt is gondolja, hogy sok mindent kell megtenni azért, hogy ténylegesen megtörténjen a változás. Oda kell figyelni, sok-sok figyelem, összeszedettség kell ahhoz, és folyamatosan, hát ez az érmék nyolcas nekem az a kártya, az a dolgozunk rajta, akkor fog megszületni az új. Nézzük a te gondolataidat. uralkodó és a botok 9-es. A botok 9 ez egy nehezített helyzetre utal, tehát van benned bizonyos fajta félelem attól, hogy mi lesz, hogyha mégsem tud úgy alakulni ez a helyzet, ahogy szeretnétek. Ugyanakkor ott van benned is az, hogy stabilizálni a kapcsolatot, hogy megtervezni, hogy hogyan tovább. Nőnek a kirakásában az uralkodó mindig utal arra, hogy ez a férfi az igazi férfi a számára. De van ez mellett valamiféle védekezés, megvédeni az én álláspontomat, lépni kellene, de megrekedek egy bizonyos helyzetben, mert félek attól, hogy milyen negatív dolgok jöhetnek. Tehát ez azért ilyen hátráltató körülmény lehet. A helyzetbe való belefáradást, fásultságot is bizonyos mértékben tud jelenteni ez a botok 9-es. Tehát ez, hogy ugye nem indul az új, illetve ott van egy érmékötös az elején, ez jelentheti azt, hogy egy kicsit bele vagy fáradva ebbe a helyzetbe. Nézzük az ő vágyait. kardok 8-as, és erőlapja, és a terészedről kelyhek 4-es, és a bolond. Két negatívabb kártya van a vágyaknál, ami azt jelenti, hogy szeretnétek abból a bizonyos helyzetből, amit a kártya jelöl, abból kilépni. A kardok 8 a korlátozottságot jelenti, ahogy a kártyán is látszik, hogy körbe van zárva a kardokkal, ez a nő be van kötve a szeme, össze van kötve a keze. Abszolút korlátozottságot él meg, de a kardokak saját gondolatait jelképezik. És ez a fajta állapotból szeretne ő kilépni. Vágyik rá, hogy változzon ez. És vágyik az erőre is, ami pedig arra utal, hogy úgy érezheti, hogy kevés most az ereje ez a nagy változásokhoz. Te te a teljességre vágysz elsősorban. Kelyhek négyes az az a csalódottság, amikor nem teljesen olyan minden, ahogy azt szeretnénk. Sok minden megvan benne, de mégis hiányzik az, hogy úgy kerekegész legyen a történet. Hát te nagyon vágysz arra, hogy minden tökéletesen létrejöjjön. És amire vonatkozhat ez, ez az elindulás, az új út, az érzelmi szabadság, a könnyedség, a felszabadultság, az, amikor teljes mértékben már az új irányába tudtok együtt lépni, megélni az örömöt, a felszabadultság könnyedségét, ő pedig pontosan az erőre vágyik ahhoz, hogy meg tudja tenni ezeket a lépéseket, hogy ki tudjon törni abból a, a, bekorlátozott helyzetből, amiben most érzi magát. Nézzük, mi az ő legnagyobb akadálya. Érmék négyes, és az uralkodó nő. Ragaszkodik ahhoz, ami most van, és mivel itt azért tovább lépésről van szó, itt ugye a jelen élethelyzetét jelentheti, ami a megszokott a biztonságos számára. Hogyha olyan speciális helyzet van, hogy ő neki még van lezárandó kapcsolata, akkor az a társ, aki, aki ott van, azzal való lezárást jelenti, ami akadályozott. Itt az anyagiak is nagyon nagy szerepet kaphatnak. Azt is jelezheti, hogyha valakinél nem ez a helyzet, hogy ahhoz ragaszkodik, ami neki az anyagi biztonságot, a gyarapodást adja. Ez lehet egy olyan munkakör, lehet, hogy külföldi munka, amin nem igazán tud változtatni. És nézzük, neked mi a legnagyobb akadály. kardok hatos, és az érmék királynője, a változatlanság, a berögződöttség, az, amikor rutinszerűen haladnak a dolgok, és nem változik semmi. Sőt, a negatív oldala akadályként az érmék királynőjének egy nagyon beragadt élethelyzetet jelent, mellette a kardok hatos, amikor nem vállaljuk föl a problémás helyzetben az elindulást, mert ott a bizonytalanság. Tehát neked ugye itt már a bolondlapja is mutatja vágyként a tovább lépést, ez pedig megerősíti, hogy te szeretnéd, hogyha szembenéznétek a, az akadályozó tényezőkkel, a problémákkal, és annak ellenére, hogy bizonytalan az elindulás, mégis mégiscsak induljatok. nézzük a következő, a fő kérdést, hogy hiányzol-e neki. Nagyon bizonytalan. Hiányzol neki. Szeretné, hogyha igazából csak egymásra figyelve fel tudnátok vállalni ezt a kapcsolatot. De bizonytalan abban, hogy ez létre tud jönni, elsősorban a saját negatív gondolatai miatt. Nagyon-nagyon sok félelme van, és inkább ez csak az álmodozás a részéről. Amikor nem tesz azért, hogy ez változzon, a félelmek miatt és a korlátozottság miatt, ami már megjelent az ő részéről. Mi miatt van ez az érmék kettes, ez a, ez a instabilitás. Kardok hármas lapja ez a csalódások miatt. Azért nem tud változtatni, azért fél a változtatásoktól, mert volt már csalódás. Ha közöttetek volt már szakítás, akkor ez utalhat arra is, hogy fél attól, hogy megint megtörténik ez. Ez okozhatja a bizonytalanságot, a két irányt. Illetve a, a kélyhek hetes az abszolút azt jelenti, amikor csak vágyálmok vannak, álmodozás van de nem tudjuk, hogy hogyan kellene tovább vinni azt az adott dolgot. Nézzük az angyali segítséget, szerelem angyalai mit mondanak. Maradj derülátó, Hát ezzel a szerelem angyalai azt üzenik, hogy van esély arra a pozitív változásra, amit szeretnétek. Ez arra is utalás lehet, hogyha negatívan látjátok ezt az egész helyzetet. Tegyél azért, hogy hogy pozitív tudj maradni. A felirata a kártyának a pozitív gondolkodás és a hit szerelmet hoz számodra. Ez teljesen egyértelmű, hogy, Azért kell tenned, hogy minél magasabb legyen a rezgésszinted. A magas rezgés számú érzések olyan eseményeket vonzanak az életedbe, ami azzal a rezgés számmal azonos. Tehát foglalkozz azzal, hogy minél jobban érezd magad. És akkor nézzük, hogy merre tart a kapcsolat. Pici apró előrelépésekre lehet számítani, fizikai aktivitás is lehet, illetve a tervezése az újnak, és a mostanihoz képest jobban kimutatja a párod az érzéseit. Neked is lehetőséged nyílik arra, hogy jobban kimutasd az érzéseid, de alapvetően még mindig van közöttetek egy bizonyos távolságtartás. Lesznek előrelépések, lesz pozitív változás, de még... Még ez a kardok királya még azt jelenti, hogy még kontrolláljátok a racionális gondolatok által ezt az egész helyzetet. Megmutatkoznak az érzések, a apródja, de ezek apró pici, inkább utalások az érzésekre, illetve az érmék apródja, ugye a kezdeti apró cselekvés, ami megmutatkozik, ami már látható lesz. Akkor ennyi volt a szerelmi üzenet a közeljövőre nézve. A bővített részben megnézzük bővebben az érzéseket, gondolatokat, vágyakat és egy üzenetet tőle neked, ezt a bővített részt, ezt pedig a varázslatos tarott üzenetek Anitól prémium előfizetéses csoportban nézhetitek meg. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, csodálatos szép napot kívánok!